Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Balogh Piroska vagyok, Sepsiszentgyörgyön lakom. Beteggondozóként dolgozom, most jelenleg Orsika mellett, mivel Orsika agyvérzéssel született és mozgássérült, szüksége van segítségre, és vállaltam, hogy mellette leszek, mint gondozó. Katolikus családban születtem, ötön voltunk testvérek, szüleim megtanítottak imádkozni, édesapám volt az, aki vasárnaponként elvitt a szentmisére, esténként összegyűltünk, és együtt mondtuk el az estimát, mi atyánk, üdvözl légy Máriát, és így vallásosan nevelkedtünk. Harmadikos koromban első áldozó lettem, és amikor először vettem Krisztus magamhoz, akkor úgy éreztem a vágyat a szívemben, hogy vágyottam a szent misére. Visszaemlékszem a májusi vecsernyékre, nagyon-nagyon szerettem járni, minisztráltam, ott az oltár körül lenni, a Mária imádságokat, a szűzszülője Istennek, most segíts meg Mária, ezt nagyon-nagyon szerettem, és hálát adok, hogy a mai napig is ezt együtt tudjuk mondani a családban. Akkor voltam bérmálkozva is, úgy telt múlt az idő, úgy jártunk templomban az egész család, különösen édesapámmal, ugye ahogy mondtam. Aztán telt múlt az idő, nagyon korán elkerültem a háztól, férhez jöttem 18 éves koromban. Úgy megvolt a vallásosság az életemben, mert az imádság, a mi atyánkot elmondtam. Templomban jártam, amikor nagy ünnep volt, húsvét, karácsony, a Szent Gyonást elvégeztem, és úgy éltem az életemet. De úgy hiányzott valami az életemben, és megszületett a kislányom, 3 hónapos baba volt, nagyon sokat sírt, jöttek a látogatók, hát mit tudjak csinálni, sokszor eszembe jutott az, hogy láttam, hogy vizet szenet vetnek, hát én is megtettem, elévettem a gyufát, a vizet, megcsináltam a szenet, és azt úgy megitottam egy kortyot, vagy a cumiát belemartottam is, na, hát ott segít. Még egy mi atyánkot is elmondtam melléje, de ez volt akkori hitem. És még piros szallagot is tettem az ágyában, ha jöttek a látogatók, mindig mondtam, hogy hagyjanak cérnát, ilyen babonás életformám volt. Telt múlt az idő, 17 év házasság után egy nagy tragédia történt, amikor a férjem elvesztettem, és akkor felnéztem az égre, és szívemből Istenhez kiáltottam, hogy Istenem, segíts meg, hogy fel tudjam nevelni az én gyermekemet. És akkor Isten meghallgatta az én kiáltásomat. Attól a perctől a mai napig érzem, hogy Isten velem van, és nem vagyok egyedül. Az előtti életemben is velem volt, csak nem volt annyira fontos nekem, számomra. És akkor jött egy lelkitestvérke az Élet a Lélek ima közösségből, jött engem vigasztalni a temetés után, és elhívott a közösségben. Elmentem a közösségben, ott nagyon jól éreztem magamat ott. Éreztem azt, hogy Isten jelen van, Isten erősít. A testvérkék imádkoztak, és éreztem valóban, hogy Isten szeretete átkarolt, és nem hagy el, és velem van. Kezdődött az őszi szeminárium, és beiratkoztam a szemináriumban. Nagyon-nagyon-nagyon segített ez a 9 hetes lelki gyakorlat, mert megismertem Isten szeretetét, Jézus Krisztus szabadító kegyelmét és a Szentlélek erejét. És itt töltekeztem, erősödtem.
És amikor elvégeztem az életgyonást, akkor egy új szívet, új lelket kaptam, egy új életet kaptam, amikor a bűneimet felismertem, amit azelőtt nem is gondoltam, hogy bűn, mindezek a babonaságok, a vízvetés, a horoszkóp, harag, neheztelés, nagyon sok-sok bűn volt a lelkemben, és itt Jézusban újra születtem. És elkezdtem tovább járni a találkozókra, a mindennapi evangéliumot olvasva, Isten igéjéből táplálkozva, éreztem azt a mély vágyat a szívemben, hogy templomban járjak, hogy Krisztus testéből táplálkozzak. A napi Istennel való kapcsolatom mélyült napról napra, és éreztem Istennek a segítségét. Teljesen Istenre tudtam bízni az életemet, a gyermekemet, és az aggodalom helyett Isten szeretete mindig átölelt és megerősített, hogy bízzam teljesen magamat rá. És történt egy eset, amikor a leányom végezte az iskolát, és szükség volt elég nagy összegre. Ki kellett fizetni az iskolát, és mondta, édesanyám, hétfőre kell vinni a pénzt az iskolába, ez pénteki nap volt. Mondtam, drága gyermekem, 10 levünk van, Jóisten megsegít, akkor hétfőn viszed a pénzt. Ha Jóistennek nem tudok elég hálát adni, hogy én nem kellett elmondjam senkinek, egyedül a Jóistennek, és amikor hazaértünk falura, anyósom pont azt az összeget adta, amit az iskolára ki kellett fizessek. Hát olyan mély öröm fogott el, hogy sírásra fakadtam, hogy Isten mennyire gondoskodik, hogy mennyire szeret. És valóban megkaptam Istentől a küldetést. Küldetést kaptam a szemináriumon keresztül, hogy hirdessem az örömhírt. És ezt tettem a munkahelyemben, a betegek között, bárhol jártam, megvallottam Istent, és így ezáltal még erősebb lettem, éreztem, hogy Isten velem van. És ez az, ami boldoggá tesz. És történt, a kórházban feküdt egy idős néni, és szükségük volt valakire, hogy aki elvállalja, hogy hetente kétszer főz nekik. És elvállaltam Isten kegyelméből, és hetente főztem kétszer ennek a családnak, és az volt a lényeg benne, hogy Istenről beszéltem ennek a családnak, és megkérdeztem, hogy mivel a néni ágyhoz kötött volt, hogy katolikusok voltak, és megkérdeztem, hogy nem szeretnének szentgyonáshoz járulni, hogy Krisztusból táplálkozni, és a néni elmondta, hogy 42 éve, hogy házasságban vannak, de egyházilag nem voltak megesküve, és így nem tud Krisztusból táplálkozni. És én elmondtam, hogy ha akarnak, én szívesen segítek, megbeszélem a papbácsival, és azt mondták, igen, és elmentem, megbeszéltem, eljött a papbácsi, és felvették a házasság szentséget, megkötötték, és első péntekesek lettek, és olyan hálásak voltak, hogy Isten mennyire megmutatta nekik, hogy házasság szentség nélkül élve, és szentségekhez nem járulva, mennyire más volt az életük, és ezáltal boldogabbak lettek. És hálát adok én is a drága Jóistennek, hogy eszközként használt, és valóban ez a mi feladatunk, hogy hirdessük az örömhírt. És azt is megtapasztaltam, hogy az igény keresztül, hogy keressétek Isten országát, annak igazságát, és a többi minden megadatik. Én valóban nagyon fontos, hogy Isten igéje tápláljon, erősítsen, vezessen, irányítson a Szentlélek Isten, hogy helyes úton tudjunk járni.
És most el szeretném mondani, hogy ami azóta attól, hogy erősödött a hitem, és nap mint nap ezt kérem, hogy Istenem, növeld az én hitemet. Történt 2014-ben az unokám, mikor megszületett, agyvérzéssel született, és mikor megtudtuk, hogy az anya mélybe már agyvérzése van, összefogtunk, imádkoztunk, és kértük a Jóistent, hogy segítse meg, hogy ez a drága gyermek megszülessen. Ha Isten akarta, hogy megfogadjon, akkor jöjjön világra. Elkerültek sürgősen Marosvásárhelyre, hogy császármetszésen keresztül megszülessen, és pénteken oda kerültek Marosvásárhelyre, én is mentem külön egy autóval, valaki elvitt, imádkozva végig az úton, és sok-sok testvért megkértünk, hogy imádkozzanak ezért, hogy Istennek akarata történjen meg mindenben, és odaírták Marosvásárhelyre, és a professzor elhalasztotta hétfőre, hogy akkor lesz a császármetszés. Végig-végig imádkoztunk, és hétfőn 11 órakor megszületett az unokám, Istennek legyen hála és dicsőség, és 11 órakor, amikor megszületett, azt mondták, hogy 4 órakor kell csináljanak egy műtétkét, amit egy csövet kell tegyenek a fejecskébe. És azonnal a Szentlélek Isten megvilágosított engem, hogy hívjak papot, hogy keresztelje meg ezt a gyermeket, mielőtt műtenék. És olyan hálás vagyok, hogy azonnal telefonáltam is, értesítettem egy ismerőst, és ő értesítette Szénégető atyát, és 4 órakor odajött a kórházba, és megkeresztelte Orsikát, és Orsika Isten szeretett gyermeke lett, és 6 hétig voltak még a kórházban, és kellett műteni, mindennapi szentmise. Felajáltam a szentmiséket mindenre a szándékra, a műtétre, az orvosokért, hogy a Jóisten segítse meg, hogy tudják megműteni, és hála és dicsősége legyen Istennek, hogy megműtötték, és Orsika Isten kegyelméből jól van. Volt sok műtétje, volt 4 műtéten esett keresztül, de mindig hittünk a Jóistenben, hogy mindig velünk van és megsegít. Bármi, milyen helyzetben voltunk, mindig hittel hozzá kiáltottunk, és közösen imádkozott a család, és még sok-sok testvért megkértünk a Medjugorje csoportból is. Most a nyáron, júniusban, amikor volt az utolsó műtétje, akkor is megtapasztaltuk, hogy mennyire velünk van a Jóisten, hogy nem hagy el. Mert az Isten szeretőknek minden a javára válik. És azután még volt egy műtéte Kisinóban, akkor már Orsika elmondta, hogy mama, én a műtőbe Jézuskával mentem be. És olyan boldogan elmondta, hogy mennyire átesett ezen a műtéten, és mosolyogva jött ki a műtőből. Hála és dicsőség legyen a Jóistennek, hogy megajándékozott ezzel a drága leánkával, és köszönöm, hogy együtt tudunk imádkozni nap mint nap. És hálát adunk, hogy hozzátartozunk, az ő gyermekei vagyunk, Isten szeretett gyermekei vagyunk, megváltod a gyermekei. És Jézus Krisztus szent sebeivel meggyógyulva hálát tudunk adni minden nap. Azért, hogy még az ő kegyelme megtartott. És most Orsikát megkérdezem, hogy ő hogy szokott este lefeküdni? Mielőtt lefekszik, este mit szokott csinálni? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kászani Orsika vagyok, és nagyon szeretek templomba járni, szentségimádásokra járni, énekelek,
előveszem a gitáromat, és énekelek, s a Jóisten dicsőítem az én hangommal. El szeretném mondani, amikor megműtöttek, azt mondtam mamának, hogy mama, a Jóistennel mentem be a műtőbe. Átestem ezen a négy műtéten, és örökké megyünk Isten házába. És most csütörtökön lesz a Medjugorje csoportnak a szentségimádása, és azt mondtam mamának, hogy mama, menjünk el arra a szentségimádásra, mert nagyon szeretek oda járni, és mirisrás is szoktam lenni. Ott vagy rózsafizért is szoktam mondani, és a papácsinak segítek, és olyan jó volt ott az oltárnál, megtapasztaltam, hogy hálát adok, és imádkozok az elhunytjainkért, a bűnösökért, a káromkodókért, hogy áldja meg a mindenható Jóisten, és köszönöm, hogy megáldja Jóisten ezt a videó felvételt, és köszönjük, és köszönöm Istenem, hogy mama itt lehet mellettem, és köszönöm a drága Jóistennek, hogy átestem ezen a négy műtéten, és anya azt mondta volt, amikor megműtöttek, hogy Istenem, segíts meg. Hát én is kértem, és már amikor kijöttem a műtőből, amikor a fejemet megműtötték, már anyának azt mondtam, anya, már nem fáj a fejem. Azótától nem fáj, mert jó Istenre bíztam magamot, és köszönjük, hogy elmondhattuk ezt a tanúságtételt. Amen. Én is hálát adok ezért a videó felvételét, és köszönöm a Jóistennek, hogy valóban tanúságtevők lehetünk Isten kegyelméből, hogy mindazt elmondhassuk, ami történt az életünkben, hogy Istenre bármikor számíthatunk, mert ő az, aki szeret és megsegít mindenkor. Amen.